Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet bekerülni a sajtó, a zenei sajtóba, hogyan lehet bekerülni a Rekorderbe. Én konkrétan ugye arról. A nagyon egyszerű és rövid válaszom az az, hogy jó zenével, erős produkcióval. Nyilván tudom, hogy ez semmit nem jelent, illetve, hogy majd nem semmit mondó, de valójában tényleg ezt tartjuk a Rekorderen az egyik legfontosabb alapelvnek, hogy az általunk jónak tartott, erősnek tartott, minőséginek tartott produkcióknak adunk teret, helyet, és ezt a kezdetektől a Rekorder 2010-es indulása óta, és a Rekorder magazin 2011-es indulása óta igyekszünk tartani, és tényleg ezt fontos szempontnak, a legfontosabb szempontnak vesszük. Na de hogy mi a jó zene? Hát ez ugye borzasztó relatív, és nincsen erre egy egységesített mértékegység, amivel mérni lehet. A legjobban mi talán úgy tudjuk kifejezni, hogy mondjuk évvégi listákon összefoglaljuk egy adott évnek a legerősebb produkcióit, és amiket mondjuk egy évvégi listára beteszünk, azokat nyilván az év legerősebb, legjobbjainak tartjuk. Tehát, hogyha valaki azt kérdezi, hogy a Rekorder szerint mik a legjobb zenék, azoknak nyilván ez a legelső poszt, vagy a legelső felület, amit így meg tudunk mutatni, és azt mondjuk, hogy na, akkor ez. Mi a jó zene? Hát ez azért is egy jó kérdés, mert 2000 óta foglalkozok zenei újságírásra, tehát most már 15 éve, és azóta elég szorosan követem a magyar zenei életet is. És azt tudom mondani nagyon bátran, hogy az elmúlt 2-3 évben, mondjuk úgy 2012 nevezném a egyfajta ilyen határvonalnak ebben, évről évre egyre több erős, jó produkció jelenik meg, egyre több az erős, igényes, minőségi zene, olyannyira, hogy mondjuk, hogyha csak maradunk annál, hogy az évvégi listáinkat mi úgy szoktuk összeállítani, hogy külön veszük a magyar zenét, mert tényleg annyira sok van, és annyira sok mindenről érdemes megemlékezni, hogy ezt a listát évről évre bővítenünk kell. Tehát az, hogyha azt mondanánk, hogy mi a 10 legjobb lemez, nyilván meg tudnánk azt is mondani, de mondjuk tényleg 2012-t az elmúlt 3, most már 4 évben egyre több a jó lemez, a magyar kiadvány. Nem csak nagy lemez, nyilván EP is, vagy egyáltalán dalmegjelenés, vagy egyáltalán a koncertek színvonala, a koncertező zenekarok produkciója. Ez, hogy évről évre egyre több és erősebb a produkció, az annyiból a téren is meglátszik, hogy ugyan a Rekorder magazin terjedelme az egy adott 48-52-56 oldalas terjedelem minden lapszám. Ugye havonta jelenünk meg, viszont az online felületünk azért ilyen szempontból kevésbé korlátozott, és a minőségi zenei megjelenés talán ez is hangsúlyozza, vagy alá tudja támasztani, hogy egyre több az olyan Rekorderen való megjelenés, amit mi minőségének tartunk, és azt most kicsit konkretizálom is. Van ugye egy Magyar Radar nevű rovatunk, amit a lapindulása után nem sokkal indítottunk, amiben fiatal feltörekvő új magyar zenekarokat mutatunk be. Nem azt mondom, hogy eleinte vadászni kellett erre a jelentkező, vagy az alkalmas számunkra is odaillő produkciókat, zenekarokat, de mondjuk 2012-ben, 2013-ban 40 körüli volt ez a szám, amit bemutattunk ilyen formában, így új magyar produkciókat. Tavaly ez a szám már 50 fölött volt, és, vagy bocsánat, 2013, igen, 14, tehát tavaly pedig ez a szám már 50 fölött, sőt már 60 fölött volt, tehát egyszerűen azt érezzük, hogy egyre több olyan produkció van, akiről nem akarunk lemaradni, akit be akarunk mutatni,
hogy ezt, hogy egyszerűen növekednünk kell ilyen tekintetben, a posztok tekintetében is. A másik pedig, ami ilyen nagyon erős mutató, az pedig az, hogy ugye a Rekorderen vannak premierek, akár klippremier, dal, premier, lemez, premier, LP, premier, stb. Akár még egyéb különleges premierek is, amiknek a száma szintén komolyan emelkedik évről évre, és nem azért, mert hogy egyre többet akarunk posztolni, hanem mert egyre több olyan produkció van, amit érdemesnek tartunk arra, hogy bemutassunk. Hát tovább lépek akkor arra a kérdésre, hogy hogyan lehet bekerülni a Rekorderbe. Hát ennek nagyon sok szintje és lépcsője van. Kezdve onnan, hogy ugye mondjuk nagyon sok zenekar, kezdőprodukció megkeres minket. Tehát meg aztán nyilván folyamatosan figyeljük a zenei életet egész évben, és tulajdonképpen ismerkedünk folyamatosan az új produkciókkal. Ugye évről évre mindig vannak új produkciók. Ezeket, hogy úgy mondjam, tároljuk a memóriánkban. Ez a legszélesebb bázis, ez egy, hát tényleg több száz zenekar évről évre. A műfajiságra mondjuk egy pillanatra, hogyha kitérek, akkor azt lehet mondani, hogy igyekszünk mindenféle műfajra figyelni. A Rekordernél az egyfajta, hát ilyen, az is alapelv, hogy magyar és külföldi zenét egyaránt figyeljük, próbálunk teret adni az egykori zenéknek, a régmúlt zenének, a megszűnt zenekaroknak, a pop történetnek, és hát persze igyekszünk a lehető legszorosabban követni az aktualitásokat. Ez egy nagyon széles merítés, ez nyilván egy olyan vállalás, ami kihívásokkal teli, és ezt nyilván nem is tudom tagadni, viszont ennek ellenére próbálunk ehhez ragaszkodni, hogy ezt az összes szegmenst lefedjük. És hát még ezeken belül is a stílusokra is nem kötünk magunknak igazából ilyen korlátot. Annyit talán, hogy mondjuk a keményebb zenei, a metal zenei szintérnek van talán a legtöbb felülete Magyarországon, még egy nyomtatott sajtóterén is, és online sajtótermékekben is. Tehát ez az a terület, amire talán egy nagyon picit kevésbé koncentrálunk, azért, mert itt sokkal nagyobb a verseny, sokkal több a megjelenési felület a zenekaroknak. Ellenben mondjuk egy csomó más olyan zenei stílus, amit pedig máshol nem biztos, hogy amivel máshol nem biztos, hogy találkozni lehet. Tehát figyelünk mindenre, igyekszünk figyelni mindenre, ez a legszélesebb bázis. És hát nyilván mindenkivel nem tudunk foglalkozni egyszerűen kapacitásbeli kérdések miatt, viszont itt jön az első szűrő, hogy az általunk legjobbnak tartott, legjobbnak gondolt a takat igyekszünk bemutatni. Ez lehet a kezdőzenekaroknál a magyar radarrovat, lehet egy premier, lehet esetleg egy mini interjú. Aztán a következő szint az már az, amikor ismertebb, régebb óta működő zenekarok egy új megjelenés kapcsán esetleg interjút adnak a Rekordernek. A következő szint pedig nyilván az, hogy van, aki csak mondjuk az online-ba tud bekerülni, van, aki pedig a még szűkebb terjedelemmel bíró Rekorder magazinba is. És hát ennek az egésznek a csúcsa nyilván az, hogy ha valaki esetleg címlapra is tud kerülni, mondjuk magyar előadóként. Hát az, hogy hogyan lehet bekerülni, az tovább szőhető a tekintetben is, hogy a különböző említett elsődleges megjelenések, mondjuk főleg az új zenekaroknál, ezek a Magyar Radar, Premier, stb. Túl igyekszünk egyre több olyan rovatot kialakítani, ami által még több, még színesebb módon, még egyedibb módon mutathatja meg magát egy-egy előadó.
hogy alapvetően azok a legkézenfekvőbb megjelenési formák, hogy egy adott lemeznél lemezpremier, lemezbemutatás, az adott lemez kapcsán interjú az előadóval, esetleg ha már régebb óta színen van, akkor egy nagyobb profil, vagy egy diszkográfiát áttekintő cikk az összes lemez érintésével. De pont azért, mert azt érezzük, hogy tényleg egyre több olyan izgalmas dolog van, amit érdemes bemutatni, ezért igyekszünk a rovatainkat is folyamatosan bővíteni, és mondjuk úgy megszabni ezeket, hogy bizonyos rovatokban bizonyos stílust, vagy bizonyos hozzáállást képviselő adókat egy új oldaláról mutassunk be. Ilyen volt, ilyen például a LP Collector rovatunk, ahol azt mutatjuk be, hogy a zenészek például lehetnek lemezgyűjtők is, és köszönöm, hogy emlékeztetsz arra, hogy a rekordet behozzuk, és akkor mutatom is. Szóval van ez a rekord LP Collector rovatunk, ahol ahol zenészek a saját lemezgyűjteményeket mutatják be, egyúttal reprezentálva azt, hogy érdemes megvenni az ő lemezüket, mert ők is lemezgyűjtők, tehát a fizikai formátumnak egyfajta ilyen dicsőítése, akár ez a rovat. Aztán ehhez hasonló rovat például elnézést, csak megpróbálok behozni legalább egy szemléltetést. Szóval ehhez hasonló rovat, amikor az adott zenészekkel mentünk el lemezt vásárolni, és akkor együtt bemutattuk azt, hogy na, például itt van egy zenész, aki nagy lemezgyűjtő is egyben, és egyúttal kollega is. Aztán idén indítottunk egy olyan rovatot, hogy hangszerkollektor, amiben olyan zenészeket igyekszünk bemutatni, akiknek hatalmas hangszergyűjteményük van, tehát nem csak egy-egy hangszert használnak, hanem már-már megszállott gyűjtői affinitást mutatnak, és hát itt is egy izgalmas oldalról mutatkozhatnak be. Aztán hát van egy olyan rovatunk, hogy profil, amiben az adott aktuális lemezekről, ezek általában külföldi megjelenések, nemzetközi megjelenések, iratunk lemezkritikát magyar előadókkal. Itt szintén egy új oldaláról mutatkozhat be az előadó. Azt mondhatja el, hogy ő szakmai szemmel hogyan lát egy kiadványt. Hát ezek azok a főbb rovatok, amikben meg tudnak jelenni az előadók. Hát és akkor visszatérnék arra, hogy hogyan lehet bekerülni a rekorderbe. Ez alapvetően a részünkről úgy zajlik, hogy figyeljük a teljes magyar zenei színteret, de természetesen szükség van arra is, hogy a zenekarok, menedzsmentek is keressenek minket. A legtöbb jól ismert, sokat koncertező nagy zenekarral, illetve a sok zenekart foglalkoztató menedzsmentekkel mind jó kapcsolatban vagyunk, itt is vannak ismerős arcok.
Tehát egyfajta, majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy napi kapcsolatban vagyunk a zenekarokkal és az előadókkal. Hosszú évek alatt, mondhatom, hogy már 15 éve, de mondjuk a Recorder létezése óta az elmúlt 5 évben tényleg majd, hogy nem már foglalkoztunk mindenkivel, és hát nagyon, nem, nyilván nem mindenkivel, de nagyon sok mindenkivel. Így aztán egyfajta személyes kapcsolat is kialakul, és ez nagyon fontos, mert ezáltal tudunk tulajdonképpen friss információkat szerezni, közel kerülni a zenekarokhoz, és hát első kézből megtudni esetleg azt, hogy mi várható mondjuk az adott, mondjuk a következő pár hónapban, a következő években, vagy a következő időszakban, egy évben, és akkor már tudunk előre tervezni, hogy kivel szeretnénk majd Recorder magazinos anyagot készíteni, kivel szeretnénk majd esetleg interjút, kivel szeretnénk esetleg valami különlegesebb együttműködést létrehozni. Tehát ez a fajta személyesség és majdhogy nem folyamatos kapcsolat, ez szintén nagyon fontos. És hát persze van az, hogy a rengeteg új és újonnan felbukkanó, újonnan alakult zenekar, akit esetleg nem is ismerhetünk, az egyszerűen bejelentkezik hozzánk, és megkeres minket, hogy van egy ilyen dalunk, van egy ilyen megjelenésünk. Hát ez az, aminek talán legjobban örülünk, és ez az, amit a legnehezebb kezelni, mert tényleg napi szinten is több ilyen megkeresés érkezik, és hát igyekszünk lépést tartani, és az összeset amennyire lehet megismerni egy pár dal alapján, de ez az egyik legfontosabb momentum, hogy megpróbáljuk ezeket a zenekarokat úgymond a memóriánkba elhelyezni, betárazni, és akkor figyelni, követni őket, hogy ha esetleg most még nem is azon a szinten vannak, hogy mi szeretnénk nekik, vagy tudnánk nekik teret biztosítani, hogy bemutatni őket, de monitorozzuk, figyeljük az előadót, hogy merre fejlődik, hova tart. És hát ezáltal is persze nyilván kialakul egy kapcsolat az adott előadóval, zenekarral, amit szintén igyekszünk ápolni. Na most ez itt visszautalok arra, amit az elején mondtam, hogy borzasztó sok a jó produkció, tehát ezt egyre nehezebb követni, és egyre nehezebb lépést tartani. Viszont itt jön be az a momentum, hogy az adott előadóknak is folyamatos aktivitást kell, tehát folyamatosan aktívnak kell lenniük, és impulzusokat kell adni nekünk is, hogy figyeljünk rájuk. Tehát ha valakit biztatnék itt egyúttal arra is, hogyha valaki már jelentkezett nálunk és nem kapott visszajelzést, az ne csüggedjen, hanem jöhet a következő impulzus, és hát ha majd arra érkezik válasz is, felfigyelünk. Tehát a bekerülésnek az egyik, az újonnan alakult zenekarok bekerülésének ez az egyik fontos momentuma, hogy senki se csüggedjen, és hogy legyen kitartó, és nyomassa, és jöjjenek az impulzusok, mert ez alapján történik előrelépés. Sziasztok, én Sajó Dájt vagyok, javítanám annyiba, hogy nem Stenknek a robotvezetője, mert a Stenknek nincs konkrét robotvezetője. Miatt rá is térnénk arra, hogy hogyan lehet bekerülni nálunk, vagy hogyan lehet a felületünkre felkerülni, azért fontos leszögezni, hogy a Stenk azért mondjuk például egy Recorderhez képest egy teljesen más struktúrában működik. A Recorder egy kifejezetten zenei magazin, ott mindenki csak zenével, vagy mindenki főleg zenéről ír. A Stenk az Indexen belül azért félig meddig egy ilyen prestige projekt. Szóval, hogy ezt tudni kell, hogy egy olyan felületen, mint az Index, mondjuk Habony Árpád Ibizás videója mellett nehéz eladni egy feltörekvő magyar zenekarnak a produkcióját. Ezért van az, hogy nagyon sokszor olyan címadások is vannak esetleg egy zenei cikknél, ami valamennyire kicsit álszenzáció hajhásznak tűnhet, de hogy tényleg az igazság, hogy nehéz
egy ilyen felülete, mint az Index, egy olyan réteg dolgot az olvasónak prezentálni, mint a zene. És hogy pont ebből kifolyólag, és hogy nincsenek is nálunk konkrétan csak zenével foglalkozó újságírók, ezért inkább ez egy valamilyen szinten azért hobbi dolog. Nagyon sokan szeretjük a zenét bent, nagyon sokan szeretünk írni róla, ezért találtuk ki egy évvel ezelőtt, hogy akkor miután a lángoló elment az Indextől, hogy tök jól, akkor ezt belülről saját szerzőkkel, kollégákkal ezt megcsinálni, és ez annyira átgondoltan és szerintem profi, mint a Recorder, nem biztos, hogy működik, inkább ez egy ilyen tényleg egy presztízs felület, amit az Index megtehet, hogy fenntart magának, pedig örülünk, hogy kihasználhatjuk, és a saját a szerzőink, meg úgy az egész szerkesztőség ízlését tükrözi, hogyha a zenéről van valamennyire szó. A bekerülés pont ebből kifolyólag kicsit, hát az, hogy más, hasonló sok szempontból, mint az Endréknél. Mi is persze figyeljük a tehetséges zenekarokat, mi is kapunk rengeteg e-mailt, mi is válaszolunk egy csomó e-mailre. De ez nem azért van, mert bunkók vagyunk, vagy ilyesmi, egyszerűen arról van szó, hogy igen, a kapacitás hiánya is elhangzott, illetve az is benne van egyébként, hogy amit én szoktam általában egy kicsit fájlalni, hogy sokszor a zenekarok nem tudják felmérni a produkciójuknak a minőségét, ahhoz, hogy milyen felületen szeretnének megélni és kapni. És olyankor nagyon nehéz azt írni, hogy sziasztok, ez most nem ütötte meg a szintet, vagy ilyesmi, mert attól függetlenül azt szeretnék, hogy legközelebb is küldjenek nekünk zenét, mert lehet, hogy egy évvel később tök jó dolgot fognak csinálni. És hogy ezért van az, hogy ha köztetek is van olyan, aki küldött már nekünk hasonló módon levelet, premierről, bármiről is nem válaszoltunk, az valószínűleg lehet, hogy azért volt pont, mert vagy nem volt rá kapacitásunk, vagy akkor nem volt elég erős a beküldött hanganyag, de hogy közben szeretnénk, hogy később az legyen. De, hogy hogyan lehet bekerülni, és ez a legfontosabb kérdés most, itt is lehet azt mondani, hogy természetesen jó zenével, minőségi produkcióval, stb., de hogy az is nagyon fontos, hogy nálunk, amit az előbb is mondtam, az olvasónak, vagy meg kell győzni arról, hogy ő miért akarja ezt elolvasni, miközben ott van még 300 másik cikk a címlapon, mert hogy ugye minket, például Stenket nem írják be külön a böngészőbe, hogy na most ezt fogom olvasgatni, hanem az ugye a címlapunkról mennek rá legtöbben az emberek. Ami nagyon fontos, és ugye ez egy régóta működő rendszer ebből a szempontból, hogy igen, hogyha megkeresnek e-mailen, és valami egészen egetrengető, akkor persze azonnal mondjuk, hogy figyelj, bemutatnánk, premiereztetnénk az albumot. Ha a klippel van ez, akkor a klippel is. A klippe az a fontos kitétel nálunk egyébként, hogy mivel mozgóképes anyagról van szó, ezért nem a zene számított. Nem baj, ha jó a zene is, jó lenne, ha jó lenne a zene, de ott a videó a fontos. És például, hogyha mondjuk esetleg valaki beküld egy stúdióklipet, ami arról szól, hogy a zenekar egy stúdióban felveszi a zenéjét, az kevés. És hogy az például nem felel meg ahhoz, hogy nálunk megjelenjen. Hasonló módon például egy koncertklipről, szóval, hogy ilyen szinten nálunk van egy szűrő, és ez az elejétől kezdve nálunk ezt így ki is mondtuk konkrétan, hogy nem szeretnénk mindenféleképpen mindenkinek, aki éppen jön felületet adni, hanem szeretnénk rendesen szelektálni azt a tartalmat, amit mi a Stenken keresztül be akarunk mutatni. És ez azzal jár, hogy nálunk is, hogyha valaki esetleg jelentkezik, hogy szeretne a klipjének egy premiért, akkor azt megnézik nálunk bent öten, és demokratikus módon igen-nemmel eldöntjük azt, hogy akkor ez jöhet vagy sem. Ugye ez van lemezekkel, kislemezekkel, bármilyen más olyan tartalommal, amit nálunk akarnak bemutatni. Ha jó az zene, akkor ott lesz az Indexen, és ez tényleg ennyire egyszerű ebből a szempontból. A kérdés persze az, hogy hogyan lehet felvenni velünk úgy a kapcsolatot, hogy tényleg foglalkozunk is vele, hogyha érzi a menedzser vagy a zenekar, hogy ők tényleg annyira jók, hogy itt van a helyük. Ha az e-mail nem működik, én személy szerint nagyon hiszek a személyes kapcsolatban. Én a Facebookomat azt feláldoztam ebből a szempontból, hogy a Stenkel kapcsolatos kommunikáció az ugyanúgy a Facebookon is történik nekem, mint a G-talkon, vagy e-mailem. És például rengeteg zenésztől hallok más zenekarokról, hogy te figyelj, ezek nagyon-nagyon jók, és akkor jó tudni azt, és ezt tudják a zenekarok is, hogy nyugodtan rám csetelhetnek, nem kell írni egy hosszú e-mailt, úgyse fogom elolvasni, mert mondjuk 8-10 bekezdés, hanem rám csetel, ír három sort, hogy te itt egy link egy Bandcampre, hallgass meg, ez tök jó, meghallgatom, azt mondom, hogy hú, ez tényleg tök jó, memóriámba bevésem, és mikor mondjuk ez egy évvégi értékelés, vagy évvégi listázás, vagy olyan hasonló, akkor így figyelem, hogy ők is voltak idén, és majd rájuk figyelni kell még a jövőben.
Szóval ebben a szempontból ez egy ilyen alternatív megoldása egyébként annak, hogy hogyan lehet így a figyelmet megszerezni, hogy én tényleg nyitott vagyok abszolút arra, hogyha valaki akár a privát Facebookon van, vagy telefonon megkeres, a többi. Mindig azt mondom, hogy biztos nem tudok mondani, csak akkor, hogyha a többi kollégámmal együtt is láttuk a tartalmat, amit szeretnének bemutatni. Egy másik ilyen, egyébként egy nagyon jó példát mindjárt hozok majd nektek, mielőtt belekezdek. Ennek az lenne a lényege, hogy ugye nem csak premierrel a legkönnyebb szerintem egyébként felületet szerezni ma a zenei sajtóban, hiszen megéri a magazinnak is, mert kap egy exkluzív kontentet, megéri a zenekarnak is, mert egy olyan felületen fogja bemutatni a zenét, amit többen olvasnak, mint mondjuk a Facebook oldalukat, szóval ez egy win-win szituáció ebből a szempontból. A másik ilyen lehetőség például a hétlemez, van a hétlemeze, ugye ahol a lemezkritikák kerülnek, igyekszünk minél több magyar zenéről írni, majd lehet, hogy az Endre ebből megcáfol, de hogy nekem egy ilyen régi szívfájdalom az, hogy magyar lemezekről a lemezkritikák valahogy így én mondjuk nem 15 éve csinálom ezt, mondjuk 5, de hogy amit én így követtem és olvasom a magyar zenei sajtót, én mindig hiányoltam azt az online-ban, mert ugye az offline-ban ez mindig megvolt, de online-ban, hogy viszont a kevés lemezkritika születik magyar lemezekről, és mi erre például tudatosan próbálunk figyelni, és viszont ebben az is benne van, hogy mikor mondjuk most tudom meg, hogy volt egy nagyon jó lemez valamikor márciusban, akkor már késő, és ugye sokszor szokott olyan lenni, hogy megkeresnek minket, hogy ó, sziasztok, foglalkozzatok velünk, mi meg azt mondjuk, hogy oké, miért? Hát volt 3 hónapja egy lemez megjelenésünk, és akkor azt tudom mondani, hogy nekünk is ciki, ha foglalkozunk vele, mert akkor is ciki volt, hogy nem vettük észre, nektek is ciki, hogy 3 hónappal később szóltok, hogy foglalkozik én ezzel, mert ez már nem friss. És ilyenkor van az, hogy ezt tudatosítani kell a menedzsmentnek, meg a zenekaroknak, hogy igenis előre kell gondolkodni mindig hónapokkal előre, amikor kiadtuk egy klipet vagy egy lemezt, hogy ti azt milyen felületeken szeretnétek megjelentetni, mert amikor már megjelent, úgyhogy nem volt sehol, kiraktatok a Facebookra, a YouTube-ra, akkor már nem tudtok premierezni, akkor nem tudtok beszélni különböző kiadványokkal, nem csak velünk, hanem akár az Urban Playerrel, akár a lángoló gitárokkal, bármi más felülettel, akkor már sokkal nehezebb is, hogy én annak nagyon örülnék, hogyha ez a mostani beszélgetés például pont erről szólna, hogy arról esetleg arról kérdeztek minket, hogy hogyan lehet ezt a leggördülékenyebben elintézni egy ilyen tartalom megjelenítést. Mi a módja annak, hogy ez nektek is jó legyen, nekünk is jó legyen. És erről majd tök szívesen beszélek. Szerintem a megjelenésnek egy nagyon-nagyon kreatív és ügyes formája, amit szerintem Magyarországon már páran észrevettek, és remélem többen észre fognak venni, hogy ezt tök jó csinálni. A Bermudának volt idén egy fantasztikus jó PR húzása. A Bermuda ugyebár egy popzenekar, nincs nagyon lemezük, dalaik vannak, meg klipjeik. És kiküldtek, szerintem ti is kaptatok belőle, meg mi is, meg még pár magyar sajtófelület ilyen akciókártyákat. De Topmannel, meg Demjén Rózsival, meg egyéb más ilyen magyar popkulturális szereplőkkel. Igen, erre gondoltam. Ezt imádtam. Szóval, hogy... És akkor adtak ilyen kártyákat, kiküldték a sajtónak, megnéztük, csonkapici akciókártyát, mindenki ilyenekre vágyik szerintem otthon. És nézzétek meg, ott van a Pándi Balázs például. Tök jó, ez egy tök kreatív projekt, persze ez is pénzbe kerül, stb. De hogy nézzétek meg azt, hogy mivel ennyire kreatív és ennyire látszik, hogy gondoltak arra, hogy másképp promózzák az új klipjüket, kislemezüket, ezért kitálták ezt, és persze, hogy foglalkozunk vele, mert ez fasza, ez kreatíven, erről hír kell adni, és látjátok, hogy erről egy külön cikk született, nem premier, nem kritika, hanem egy rendes hírszerű cikk, és ott volt kint képen az Indexen, tök jól olvasták, és ez egy jó promóció, és hogy az ilyen típusú projekteket nagyon tudjuk értékelni, és szerintem mindenki más is, mert hogy az internetnek hála egyébként, és annak köszönhetően, hogy ilyen sok jó zenekar van az elmúlt 3-4 évben, nagyon fontos az, hogy te hogyan prezentálod a zenekarodat a sajtó felé. Nem arról van szó, hogy meg kell hívni őket sörre, meg mozitba, meg virágot venni nekik, hanem csak arról, hogy az sokszor sok, hogyha kiküldesz egy 3 oldal sajtóközleményt, mert az újságíró is naponta 15 000-et elolvas ilyenből, és ír folyamatosan, és olvas egész nap, és hogyha azt látja, hogy már a 3. bekezdésnél tart, és még nem tudja, hogy mi a zenekar neve,
vagy hogy miért kapta ezt az e-mailt, akkor nem is el fogja olvasni, mert van más dolga. És egy ilyen viszont, ez azonnal működik, és azonnal a figyelmet hív fel. És ezt mondom, ez egy pozitív példa ebből a szempontból, hogy hogyan lehet úgy bekerülni a zenei sajtóba, hogy igazából csak egy ilyen popkulturális akciókártyákat gyártasz. De hasonló ötlet volt, nem is tudom melyik zenekar csinált olyasmit, hogy USB pendrive-okat falasztak be, és akkor a város különböző pontjain voltak ilyen USB-k, és ott lehetett tölteni a lemezt. Szóval, hogy az ilyen kreatív, a sajtóval való ilyen kreatív bánásmód, az szerintem egy nagyon jó irányvonal, amit nagyon sokan ki tudnának használni, és itthon szerintem ezt mindenki értékeli. A klasszikus, kiküldjük a sajtóközleményt, majd akkor lesz valami rendszert, én nem szeretem, de ez teljesen szubjektív, ez nem általánosság, ezt csak én mondom, hogy az kicsit szemételen, és kicsit úgy érzem, hogy az ilyen kilóra megy, hogy na küldjük ki mindenhova, aztán hát, ha valaki majd berakja. Ennél sokkal, de sokkal jobb, hogyha te direktben kinézed magadnak azt, hogy szerinted a te zenekarod műfajilag, zeneileg, minőségileg, népszerűségileg hova, melyik felületre illik, és előre elgondolod, hogy ahhoz kivel kell beszélned, mit kell kiküldened, mi az a tartalom, amit oda akarsz küldeni, és akkor lesz egy jó kampányod a zenekarnak, és szerintem ez egy ilyen nem tudom, eszenciális dolg ezzel a kapcsolatban. Persze be lehet kerülni balhékkal is, meg verekedésekkel is, meg női testrészt villantással egy videoklipben, de hogy hála Istennek szerintem utóbbi pár évben ez kezd elhalni. Mi se szeretjük annyira az ilyesmit. De igen, szóval, ami még fontos, hogy nincs kikötés nálunk azzal kapcsolatban, hogy mennyire ismertnek kell lenni, vagy sem. Volt már nálunk 60 lájkos zenekarnak premierje, volt már nálunk Pannoni All Stars Orchestra premier is. Ilyen szinten nincs nálunk kikötés. Tényleg csak annyi, hogy a produkció, amit küldenek, az erős legyen. És nem tudom, stúdióklippekkel, meg koncertklippekkel, nem tudom mit kezdeni. De hogyha ide jön egy zenekar, aki most alakult, és az első számukat csinálják, és jó, annak ugyanúgy helye van nálunk, mint egy befutott zenekarnak. Szerintem egyébként én is úgy röviden ennyi, inkább kérdezzetek ti, mert hogy a zenei sajtóban való bekerülésnek a folyamatát Endre szerintem tök jól elmondta. Hiszen ti is nagyjából ismeritek azt, hogy milyen lehetőségek vannak a telefonon és az e-mailen még kívül. De sokkal fontosabb az, hogy mi az, amit ti nem tudtok, mert lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi nem veszünk észre a másik oldalról, hogy ami esetleg zavaró lehet, és hogy tök érdekes lenne, hogy ti saját tapasztalatból mi az, amit még nem tudtok esetleg, vagy mi az, amire tanácsra van szükség, hogy a ti zenekarotok esetleg eljuthasson a sajtóba, nem csak akár hozzánk, hanem bárhova máshova is, mert ez fontos kijelenteni, hogyha elutasít a Recorder, vagy elutasít az Index, vagy nem is válaszol, vagy ilyesmi, attól még ugyanúgy van egy csomó másik felület, és nyugodtan akkor tessék odavinni a premiért, és majd akkor lehet, hogy észre fogjuk venni, hogy hú, ez de kár, hogy nem nálunk volt, és nem vettük észre az e-mailt, és akkor lehet, hogy legközelebb már azt fogjuk mondani, hogy én például szoktam direktbe ráírni zenekarokra, hogy szia, figyelj, tökre tetszett ez a lemez, hogyha lesz legközelebb valami új cuccotok, akkor gondoljatok ránk is, hozzá nyugodtan jöhettek. Szóval, hogy nem szabad ebben elkeseredni, és nyugodtan ki kell használni azt, hogy az internetnek köszönhetően sokkal, de sokkal több megjelenés felület van már, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. És szerintem rátértek a kérdésekre, szerintem az így, ha nektek megfelel. Erre a legutóbbira akkor reflektálok is gyorsan, amikor a... Ez működik? Jó. Amikor a PESD dalát bemutattátok a Stenken, és ugye az egy hirtelen hatalmas hype-ot kapó felvétel lett, nyilván a klippel együtt, akkor azt a dalt én kb. 2 nappal korábban megkaptam, és ez pont annak az áldozata lett, hogy pont egy olyan pillanatot kapott el nálam az a dal, hogy ezeket a beérkezett dalmegkereséseket majd úgy gondoltam, hogy holnap vagy holnap után fogom összegezni, és akkor így végighallgatom akkor az összeset, akkorra tűztem ki az időpontot, amikor erre lett volna időm, megelőztetek. Ez megtörténik, de igen, hát egyébként az nálunk sem premier volt, azt hozzá kell tenni egyébként, hogy a PESD az egy nagyon, nagyon fura és egy nagyon örömteli jelenség egyébként, hogy az is nekem olyan volt, hogy egy zenész ismerős küldte át, aztán pont a Jank, akinek itt kéne lenni valahol elvileg, na mindegy,
küldte át nekem, hogy hú, figyelj, hallgass meg, ez baromi jó. És akkor már éles volt a cikk, és én csak kiraktam abba az ilyen mindeközben sávunkba, hogy hú, ez ilyen van, és mennyire jó. És akkor felkapták, és ők például tök ügyesen azóta építik magukat, most voltak már a dalban is tavaly, idén is lesznek a dalban például, szóval ez tök ügyes. Szóval ami fontos még ezzel az elkohaldó e-mailekkel, stb., hogy vasárnap este 11-kor kiküldött sajtóközlemény nincs. Van, sajnos, de hogy ne legyen, mert hogy ez egy rossz procedúra. Általában az újságíró is 9-től dolgozik, persze ennél azért flexibilisebb a beosztásunk, de hogy azt kell figyelembe venni, hogy érdemes tényleg hétfőn elkezdeni már szervezni a jövő heti megjelenést, lehetőleg már délelőtt elküldeni az első e-mailt, vagy telefonálni, és nem hétvégére hagyni, nem estére hagyni, mert akkor szerintem a szerkesztő, az újságíró is már lehet, hogy pont mással foglalkozna, és azt mondja, hogy persze felveszem, aztán a következő pillanatban mondjuk éppen odaig a csirke, nem tudom, a sütőbe, és már nem ezzel foglalkozik, szóval, hogy ez is egy viszonylag fontos szempont szerintem, hogy az ilyen minél nagyobb esélye eljusson az információ a szerkesztőségekhez, az érdemes tényleg a rendes munkaidőt betartani, és tényleg 9-5 között hétköznap elintézni mindent, amit akarsz intézni, és nem mondjuk hétvégén vagy este foglalkozni ezzel, miközben lehet, hogy a másik ember már alszik, vagy nem veszi fel a telefont, vagy bulizik, vagy más dolga van, és akkor az egész mehet a levesbe. Én kérdeznék egyet, és akkor hátaltól mindenki felbátorodik, hogy műfajilag van-e valamilyen kívánom, vagy megkötés, vagy kedvencetek, vagy ilyesmi, tehát mondjuk egy hip-hop zenekar inkább nektek írjon, egy jazz zenekar inkább nektek írjon, vagy ilyen egyáltalán nincsen, és nem is javasoltok ilyet, hanem mindenki mindenhova próbálkozzon, aztán aki először nyer. Mert ugye van ez a zenekar, amit mondtad, hogy nektek is küldte. Mi történik, hogyha egyszerre mondjuk kijön a premier mind a két? Azt gondolom nem szeretitek. Nem szokott lenni általában egyébként, mert azért a zenekarokat nem is tudják szerencsére, hogy ezt meg tudjuk beszélni előre, hogy mondták azt, hogy figyelj, beszéltünk a rekorderről is, de ha nektek is kell, akkor mit tudom én, akkor gondolom fordítva is szokott ilyen lenni, szóval azt tudják, hogy két lovat nem akarnak megölni egyszerre, hála Istennek, így nem volt erre szerintem példa. A Kisgrófó volt az egyetlen, ami kijött egyszerre hat magyar sajtófelületen, de az pont egy ilyen projekt volt, hogy az 11-kor kim volt az Origótól a Nénényen át mindenhol. De hogy szerintem műfaj megkötés nálunk nincs, abszolút. Nálunk volt death metal, vagy nem is tudom milyen metal, mert nem értek a metalhoz annyira. Premier is. Nem tudom, nálatok van-e ilyen szempontból? Nem, nincsen abszolút műfaj megkötés. Nyilván, amint mondtam is, hogy a metal rész az, amivel szerintem tényleg elég sok felület foglalkozik, tehát nem is nagyon találnak meg minket ilyen produkciók. Mármint, hogy nem olyan nagy számban, mint az összes többi területről. De nyilván alapvetően ugye popzene is, a popzenében minden belefér, nyilván a metal is. A jazz is szintén egy olyan műfaj, ami azért nyilván egy picit marginálisabb, de nyilván nem zárkozunk el attól a műfajtól sem. Hát ami a popzenében belefér, az pedig minden, és hát ezen felül most mondhatnám azt külön, de azt se szívesen mondom külön, mert szerintem az is popzene, a világzenével is szívesen foglalkozunk. Van is külön rovatunk erre. Belefér bármi, tényleg. Ami szerintem fontos, és lehet, az előbb már utaltam le, hogy nálunk is szokott lenni például, hogy megkeres egy swing zenekar. Most az is szerintem az egy, én örülnék neki, hogyha ezt minél többen így látnák, hogy azért érdemes a zenekarnak a saját korlátait, lehetőségeit reálisan látni, és ez baromi nehéz egyébként alkotó emberek környékén a realitást elvárni, ezért jó, ha van egy menedzser, hogy lásd azt, hogy alapvetően, ha tényleg mondjuk egy ilyen, nem tudom, trilby kalapos swinget játszol, és mondjuk sanzonokat dolgozol fel, vagy olyan hasonló, akkor nem biztos, hogy az Index neked a legjobb felület. De ugye ezt mondtad, hogy mondjuk a black metalról, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb felület, ehhez ismerni kell a felületet, ahol viszed, mert hogy azt szerintem egy csomószor öngól, hogy mindenképpen minél a legtöbbet olvasott felületre vinni, ahelyett, hogyha valaki látna azt, hogy mi mondjuk tényleg jazzzenét játszunk, akkor lehet, hogy a Fidelio, vagy egy más az árportál, vagy más hasonló felületek, lehet, hogy sokkal jobbak nekünk, és ha már ott megtanultuk, hogy ez hogy működik, akkor már tudjuk azt, hogy hogyan lehet egy szinten feljebb lépni, hogy aztán már elviessük ezt a zenét egy
nagyobb közönséghez, egy nagyobb felületen, és hogy ez, szerintem ez egy ilyen eszenciális dolog még, hogy lássátok, hogy a zenekarotoknak reálisan hol van a helye, hol fér el, milyen más zenék voltak azon a felületen, ahova ti is be akartok kerülni, és akkor kisebb csalódás is fog érni szerintem, hogyha ezt előre sikerül nektek ezt itt belőni, hogy igen, nekem van egy punk zenekarom, az lehet, hogy az Indexen tök jó, mert ott elfér, de ha van, mondom, egy swing, akkor nem biztos, mert swinget nem is tudom, írtunk valaha a swingről, szóval nem egyébként. Szóval, de most nem akarom a swinget így külön kiemelni, nincs már a swinget, nem erről van szó, csak hogy ezt így érezzétek, hogy ez benne van. Akkor ez én azt teszem hozzá, hogy ha swing zenekar vagytok, akkor az egy nagyon... Nagyon jó esély a bekerülésre mondjuk a Recorderhez, de gondolom az Indexhez is, hogyha valami nagyon különlegessel álltok elő, és ez a nagyon különleges, ez nyilván nem a zene, mert a zene az önmagában olyan, amit szívesen játszotok, vagy amit játszotok, vagy szerettek. Persze azt is lehet nyilván különlegesen feldobni, vagy extrém módon, vagy esetleg feldolgozásokkal, mert feldolgozásokat mindenki szereti, de ami leginkább esélyt ad arra, hogy egy ilyen produkcióval bekerüljön az ember, az, hogy mondjuk a klipet különlegessé teszi egy nagyon kreatív megoldással, ami figyelemfelhívó, ami a műfaj rajongóin túl is bárkit megérinthet, mert hogy kap valami mást, és a valami máson keresztül a zene is eljut az emberekhez. Szerintem erre a legjobb példa a Pannonia All Stars-nak a legutóbbi klipje, a Részeg, ami ugye a klip szemlén meg is nyerte a fődíjat, a ska, és ez megint egy nagyon szubjektív saját vélemény, ne hallgassatok, nem? Szerintem én a ska-t annyira már nem, kicsit már unom egyébként, és hogy alapvetően csak a zenéje miatt nem biztos, hogy egy Pannonia All Stars klip elfért volna nálunk, annak ellenére, hogy népszerűek, de nem, viszont csináltak egy olyan klipet hozzá, hogy az agyunkat eldobtuk, a Rieger volt benne az egyik közreműködő, már is teljesen másképp feküdt dolog nekünk, hogy láttuk azt, hogy oké, hogy ez nem csak annyi, hogy na csináltunk egy lemezt, és akkor légy szíves, mutassatok be, hanem azt, hogy tényleg csináltunk egy olyasmit, amivel érdemes volt megkeresni titeket, és ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és a Pannonia All Stars, meg egyébként például a Blind Myself-nél és azzal, mondjuk például a Metal-s nagyon hallgatott, de hogy ők is így figyeltek arra a Fási Ádámos klipjükkel, hogy na ez egy olyan klip, ami viszont elférhet egy nagyobb hírportálon, szóval, hogy persze itt már azért tapasztalt az zenekarokról van szó, akik tudják, hogy működik itt van a dolgok, de hogy ezek egy mind jó példák arra, hogy lássátok, hogy ha egy kicsit a out of the box, a dobozon kívül gondolkodtok, akkor csak gondoljátok, hogy ilyen szóval élve, akkor azért el tudtok érni ilyen kisebb sikereket a zenekarjaitoknak. Amit én nagyon hiányolok, és nem tudom, van-e köztetek olyan, aki mondjuk hip-hoppal foglalkozik itt. Ez nekem az állandó problémám, hogy miért nincsenek hip-hop menedzserek, miért nincsenek rap menedzserek, hogy például hogy a hip-hopnak nincs egy állandó megjelenési felülete, az internet, a YouTube, meg a Facebook, de hogy nincs egy olyan magazin. Nálunk is alig van szó hip-hopról, magyar hip-hopra gondolok természetesen, mert a külföldi az teljesen más. De hogy ott például egy nagy probléma, hogy ott aztán meg pláne abszolút nincsen semmilyen szintű menedzsment, kommunikáció sajtóval, néha valami bekerül, néha valami nem. És hogy itt én például ez is egy ilyen szívfájdalom, hogy miközben a gitárzene tradicionálisan egy tudja, hogy hogyan kell sajtózni, hogyan kell piározni, és a többi, addig mondjuk a magyar hip-hop az erre mondjuk alkalmatlan per pillanat, amit én nagyon sajnálok, és mondjuk ezért lehet az, hogy kevés repzenéről olvastok az Indexen, mert egyszerűen nem tudják eljutatni hozzánk semmilyen szinten a gondolatokat, és nem is akarják, vagy legalábbis nem is próbálkoznak vele. És akkor szóval mi azzal foglalkozunk, amit látunk magunk előtt, amit kapunk másoktól, amit követünk, és akkor így van az, hogy így megint nem tudunk bemutatni lehet egy csomó tehetséges embert, és hogy ezért nagyon fontos az, hogy bármilyen zenét is csinálsz, azt tudja, hogy fog érdekelni embereket, csak próbáld meg bemérni azt, hogy mik a lehetőségeid. Én kettőt is kérdeznék rögtön, hogyha lehet, hogy csináltok-e valamiféle utánkövetést az olvasóitoknál, hogy életkor... nem ilyesmi, város, vidék, tehát hogy tudjátok-e azt, hogy
akik olvasnak benneteket nagyjából. Ez az egyik, a másik meg az, hogy, hogy baj-e az ilyen műfajon kívüliség, vagy, vagy baj-e az ilyen nem feltétlen besorolhatóság zenekarilag, stílusilag? Szerintem az pont, hogy jó, ha nem, nem besorol. Szerintem az egyik legjobb időszakot éljük ebből a szempontból, hogy most már nincs, nincsenek már rockerek, meg rapperek, meg metalások, már ugyanúgy hallgatsz hip-hopot, meg metalt egymás mellett. Ez szerintem az állati jó ebből a szempontból. Szóval, hogy az nem baj, ha nem besorolható, sőt, az még különleges is, és akár hírértékű is lehet. Az első kérdésedre a válasz viszont én személy szerint nem. Nem tudom, hogy kik olvassák az újságot ebből a szempontból. Meg azért hozzá kell tenni, hogy a zene iránt érdeklődő olvasóknak a száma Magyarországon az marginális mondjuk a közéleti hírekhez képest. Szóval nem kell ahhoz egy Google Analytics vagy egy szakértő, hogy tudjuk azt, hogy fiatalok, nagy részben azért fővárosiak, de persze a vidéki nagyvárosokból is sokan, de azt látjuk azt, hogy nem százezrek olvassák ezeket a cikkeket, és pont ezért nagyjából be is tudjuk mérni azt, hogy akik Magyarországon a zenén akarnak olvasni, ők valószínűleg eljárnak koncertekre is, és ez nagyjából már egy jól lekorlátozható közeg, akinek tudjuk, hogy mit írunk. Igen, én is ezt tudom mondani, hogy konkrétan még nem végeztünk ilyen utánkövetést, de ez egyébként terve van, egy ilyen felmérés, hogy kik az olvasóink. De pontosan erről van szó, hogy akik nagyon mélyen és nagyon elkötelezetten zenerajongók, azoknak a száma Magyarországon hát a legjobb indulattal is pár ezer fő. Nyilván egy szélesebb értelemben ez több tízezer is tud lenni, de akik nem csak egy adott zenekart követnek, nem csak rajongók, nem csak van egy pár kiválasztott kedvencük, azoknak a száma az körülbelül egy ilyen pár ezres. És mi is volt a másik kérdés? Nem, természetesen az nincs. Tehát az ahogy elhangzott, hogy bármiféle műfaj, konkrét műfaj jöhet, azon túl jöhet bármiféle mixtúra is. Például, hogy például egy hírre cikkel, hogy amikor a Lángolnál dolgoztam, akkor mi volt az all-time legolvasottabb hír, cikk, blogpost, tök mindegy. Amikor a Colinból az énekes, a Lincényi Márkót leütötték Pécset egy koncerten. Csak hogy érezzétek azt, hogy azt olvasták mondjuk 100 000-nél többen. És csak hogy érezzétek azt, hogy tényleg mennyire nehéz, és mennyire kevesen, mennyire nehéz sok emberhez eljutatni a zenei híreket, hogy ilyen szinten, ami már 100 000 ember, ami már egy jó szám, ahhoz már nem tudom, már vérnek kell kb. Folynia, vagy mondom női testrésznek, vagy férfi testrésznek, vagy valami balhénak kell lennie, mert hogy tényleg sajnos szűk az a réteg, aki érdeklődik ez iránt, és ezt tudni is kell, hogy attól még, hogy te kapsz-e megjelenést valahol, nem leszel még itthon se sztár, stb. Az egy jó lehetőség ahhoz, hogy te kiépíts egy erős online jelenlétet. Egy Rekorder címlap tök jó erre, egy indexes megjelenés, mondjuk akár képpel a címlapon tök jó erre, de ettől még nem leszel se gazdag, nem kapsz lemezszerződést egy nagy kiadótól, vagy ilyesmi, hanem csak egyszerűen egy jó image dolog, hogy te ott lehetsz, és erre tudsz építeni hosszú távon, és aztán már a promóterek, fesztiválszervezők, stb. Már ott már felfedezhetnek. Mi például észrevettük azt a Stenknél, hogy ilyen nagyon kezdő, nagyon új zenekaroknak a cikkei után hirtelen feltűntek az L38-on külföldi előadók előzenekaraként. Ami már egy tök jó pont, mert azt jelenti, hogy ugye az L38-nál tudja, hogy olvassák a Rekordert, az Indexet, stb. És hogy ezért fontos, hogy miért akartok ti is megjelenést, mert hogy amúgy a zenekarokat aztán elhívják később kisebb bulikra, más fellépésekre, akkor is, hogyha mondjuk amúgy a cikket mondjuk 30-an lájkolták, az lényegtelen ebből a szempontból. Sziasztok! Én azt szeretném felvetni, nem feltétlenül gondolom, hogy értek a szerkesztési elvekhez, de hát ha egy picit. Tehát ugyanúgy, ahogy a fő oldalon van nálatok a mindeközben. Egy csomó olyan dologgal foglalkoztok, ami a mindeközben rovatban, amiben nyilván a nagy index nem foglalkozik, hiszen azért van ilyen fül címke. Na most, aki meg zenével akar foglalkozni, vagy a zené iránt érdeklődik, annyira kevés lehetőség van új dologgal találkozni, mert mondjuk 5-6 évvel ezelőtt az ember bement a MediaMarktba, ott volt 1000-nyi CD, lehetett válogatni, odavittett, belehallgatta, stb. Tudtál új zenékkel találkozni. A rádiók is egy nagyon-nagyon szűk szegmest játszanak, hogy
annak ellenére, hogy mondjuk a New York Times is leírja, hogy mik a top 10 filmek, vagy a top 10 könyvek az eladási listákon, nem fog mindegyiket, tehát éppen lehet, hogy egy zombi könyv a második, nem fogja megírni a recenzióba, mert azt mondja, hogy neki a stílus idegen, de attól még ott van, és aki zene iránt érdeklődik, ugye mondtad ezt a hip-hop dolgot is, hogy nem tud belefutni. Ha mondjuk nálatok a fülben lennének ilyen marginális dolgok, hogy mindeközben hú, nagyon szeretjük, mondtad a Pazot, például tök jó, de egyébként van még 2-3 másik mondjuk ska zenekar, hazai pálya nekem, akinek szinte most jelent meg, nem olyan régen lemeze, egyébként by the way, egy mondat, azért az sok mindenkinek lehetne egy ugródeszka, mert akkor tudna hivatkozni koncertszervezőnél, klubosnál, stb., hogy figyelj, lemegyünk ingyen is játszani, az Index azt írta, hogy egyébként nem is olyan ultrafos, hallgatható, semmi probléma, tehát hogy igazából most nagyon sokan, akik itt ülünk szerintem, nagyjából ezt hiányoljuk, hogy hiába elküldjük, és akkor kapunk egy ilyen semmi választ, hogy nem fért be, bocs, tök szar, vagy nincs rá időnk, vagy nem tudom, de attól még meg lehetne említeni, hogy egyébként kaptunk egy ilyet, mert hát ha a 10 zenei stílusotokkal lehet, hogy nem fér éppen össze, de ha most valaki zenét akar keresni, zenét akar találni, akkor legyen nálatok az a fórum. Ez egy, én például azt mondom, hogy erre például tök jó a... Hogyha viszont ennyire új zenét akarsz, és csak zenéről akarsz olvasni, akkor viszont nem biztos, hogy az Index a legjobb felület. Mert hogy pont az elején, amit mondtam, lehet, hogy akkor pont nem voltál itt, hogy azért a Steng az egy film, eddig azért az egy blogginkább, és egy ilyen passion project, és nem egy szaklap, mint a Recorder ebből a szempontból, és a mindeközben be pont zékelőben minden személyes. Én szoktam oda a peraktív zenéket is, de hogy amit te mondasz, az a bajom, amit én nem szeretek, hogy attól még, hogy te zenét csinálsz, attól még nem biztos, hogy az be is kell mutatnia valakinek. Ez is lehet egy kicsit ilyen egyszerűen fogalmaztam meg, de alakról kiukadni, hogy ha mi az Indexen keresztül adunk egy megjelenési felületet a zenekarnak, akkor azt akarjuk, hogy az olvasó is tudja, hogy azért adtuk, mert nekünk ez tetszik. És hogyha kirakunk olyat, ami nekünk nem tetszik, de hogy legyen kint, mert hogy hát ha valaki felfedezi, arra ott van a Spotify-nak a recommendation rendszere. Nincsen egy ember, aki csak ezzel foglalkozik nálunk. Én sem ezzel foglalkozom nálunk kizárólag, mert ugyanúgy el kell mennünk a filmpremierekre, el kell mennünk ezer más helyre, ügyelnünk kell, cikket kell írni. De hogy ez, nem az, hogy nincs erre külön szerkesztőségünk, nincs az, mint mondjuk a Lánglónál vagy a Recordernél, hogy vannak emberek, akik vagy külsősként, vagy belülről csak ezzel foglalkoznak. Nálunk ez egy ilyen ad hoc jelleggel megy sajnos, ez egy kicsit csúnyán is hangzik egyébként, hogy tényleg amikor eszünkbe jut, hogy hú, ez baromi jó, ezt meg akarom mutatni minél több embernek, de arra, hogy ezt rendszeresítsük, mert az baj, amit te mondasz, az egy tök jó ötlet, és ezt aláírom, de ahhoz... Ezt rendszeresíteni kell, átgondolni, embert felvenni rá, az pedig nem az én feladatom, hanem a főszerkesztői, a lapszerkesztői, a lapigazgatói, és a többi, hogy mennyi pénze van, és mivel mondtuk azt, hogy kevesen olvasnak a zenéről, ezért egyébként nem éri meg zenei felületet, alig éri meg zenei felületet fenntartani. Hát annak idején két nyomtatott magazin is volt, mikor a Recorder és a Lángoló ment párhuzamosan. A Lángoló is megszűnt például, mert egyszerűen nem tudott a piac eltartani két nyomtatott magazint. Ugyanez az online is, hogy annyira ugyanaz az olvasótábor az összes zenei oldalnál, hogy anyagilag nagyon nehéz ezt kihozni, hogy csak arra vegyenek fel embereket, hogy ezzel foglalkozzanak. Szóval ezért mondom, hogy amit te mondasz, az nyugatabbra egy működőképes rendszer, és bárcsak így lenne, és én is összetenném a két kezemet, hogyha mondjuk lennénk akár csak ketten, akik csak ezzel foglalkozunk, semmi mással. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez most nem a realitás. Nézzetek meg az Origo mondjuk a Kvartot, ami azért egy nagyon faszabb felületnek számított olyan sokáig, ami az Origo szép bombázása után, a Kvart egy ilyen utánközlő, sajtóközleményes, néha egy-egy interjúban, szóval ott is lehet látni azt, hogy nincs állandó szinten tartalom, ami mondjuk például a Recordernél vagy a Lángolnál megvan esetleg. És hogy ezért van az, hogy az ilyen megoldások nem működhetnek, pedig nekünk is van rengeteg ötletünk rá, a szám, a Indexnek a dalversenye is pont ezért jött létre, hogy egy picit, amit tudunk, azt megtegyünk, de hogy azt el tudni kell, hogy ezt nagyon sokan hobbiból csináljuk munkaidő után, otthon, mert hogy szeretnénk, hogyha lenne zenéről több szó az Indexen, de hogy gazdaságilag egyébként nem indokolta a Steng jelenléte az online-ba. Én ehhez azt tenném hozzá, hogy nálunk is tulajdonképpen probléma ez, hogy kevesebbet tudunk bemutatni annál, mint amennyit szeretnénk. De például 2015-ben 210 premierünk volt. Tehát minden napra jutott majd, hogy majdnem minden munkanapra jutott egy premier.
És emellett is mondjuk napi 5-6-7 cikk jelenik meg a Recorderen. Emellett is volt mindig valami más magyar zenei tartalom. Tehát körülbelül ez az, ami belefér kapacitásba és forrásba, hogy körülbelül ennyivel tudunk foglalkozni. Nyilván tök jó lenne, hogyha többel is tudnánk, nyilván tök jó lenne, hogyha ha adott esetben bizonyos szinteken mindent be tudnánk mutatni, de ez nem tud megvalósulni. Egyébként néztem például a Petőfi TV-t, ami szerintem egy tök jó példa erre, hogyha néztek a Petőfi TV-t az indulása óta, látjátok azt, hogy alig kellett pár hónap ahhoz, hogy ismétlődjenek a szereplők, a zenekarok, a tartalom. Mert ez egy pici piac erre, egy ilyen MTV-szerű, vagy akár most már Pitchforkot kell mondani inkább, szerű zenei médiát, hogy is mondjam, csak passzióból lehet létrehozni és fenntartani, mert egyszerűen nem lehet kifizetni a fenntartását, a nyomtatását, a munkaerőt, és ezért van az, hogy igenis, hogy miközben hiába van több jó zenekar, és mi ennek örülünk, nincsen kapacitása rá a blogoknak. Nem tudom, ti az online-t mennyien csináljátok rendszeresen? A Láglónál ugye ez volt nálunk, és ott is ketten csináltuk az online-t. Az kevés, az tök kevés ember, mert közben gondolom neked szerkeszteni is kell mellette, van a magazin is, nekünk is kell más melót csinálni, hogy ezért mondom, hogy ezért jó, hogy van egyébként egy csomó más hobby blog, vagy van egy csomó más alternatíva most már, és azokat nyugodtan tessék kihasználni ilyenkor, azokat is egy ember csinálja általában, de hogy ez most jelenleg itthon a helyzet, és hogy mondom, azért jöttem a Petőfi TV-vel példaként, hogy lássatok, hogy ahol még pénz is van, infrastruktúra is van, ott is egyszerűen belefutnak abba, hogy már Guns N' Roses tribuzzenekarok mennek a élőbe, mert egyszerűen már minden zenekar volt, mindenki megszólalt, már akkor ezt tegyünk még egy kört. Említettétek, hogy évről évre több a tehetséges zenekar, és azt én is tapasztalom a kiadónknál, mert egyre több fiatal zenekarral találkozunk. Láttok-e arra esélyt, vagy reményt, hogy azok a számok, amiről beszéltetek, hogy viszonylag kevesen olvassák ezeket a felületeket, ezek megnövekedjenek? Hogy láttok-e olyan eszközt, amivel mondjuk el lehetne érni több embert Magyarországon? Mert én hiszek abban, hogy tényleg nem ennyire rossz ez a közízlés, amit jelenleg tapasztalunk, és ami a rádióból szól. Petőfi TV-ről ne is beszéljünk. Szóval, hogy van-e valami remény arra, hogy ennél több ember lesz kíváncsi ezekre? Van, abszolút. Azt mindjárt átadom a mikrofon. Csak van, mi a indexes dalversenyen éreztük azt, hogy ami furcsa, hogy és amit szerintem mindenki lehet, hogy miközben a fesztivál biznisz egy iszonyatosan jó dolga vált, és egyre többen járnak élő koncertekre, és tényleg többen mennek el. És ebből a szempontból ezt már online is majd egyszer el kell kezdeni érezni, hogyha többen járnak koncertekre, többen járnak fesztiválokra, akkor szóval többen akarnak majd zenéről is olvasni. Ennek van egyébként egy ilyen minimális növekedési szint, az már megvan egyébként. Ez nem lesz egy szimpatikus vélemény, de én szerintem ehhez kicsit, hogy mondjam, a mostani fiataloknak fel kell nőni, és majd nekünk, és ennek a generációnak kell majd elfoglalni annak a generációnak a helyét, akik nem tudtak ezzel a helyzetben mit kezdeni. Most ez kicsit elmondom, kicsit csúnyán hangzik, de hogy én nagyon hiszek abban, hogy a mostani tinédzserek, meg a 20 évesek már sokkal jobban állnak ehhez hozzá, mint mondjuk az elődeik, mert ők már tényleg internethez szoktak hozzá, tényleg a Facebookhoz szoktak hozzá, tényleg a YouTube-hoz szoktak hozzá. Neki természetesebb az, hogy össze-vissza kattingatnak, és jön mindenhonnan az új zene, akkor lesz értelme, hogyha majd ez a közeg lesz többségben. Ameddig viszont még mindig az van, hogy kirakunk egy fiatal zenekart, és azok jönnek kommentbe, hogy ez nem Iron Maiden, ez nem Guns N' Roses, mert mit tudom én, az nem tud mit kezdeni, akkor úgy érezzük, hogy tök fölségesen csináljuk. És hogy ezért mondom, hogy amíg ez a generáció még többségben van, addig én nem látok szignifikáns változási lehetőséget, de az idő majd ezt nem megoldja. Azt szeretnénk átadni, amit jónak gondolunk, és amiből úgy érezzük, hogy rengeteg van. Tehát ez a fajta tűz, ez nyilván megvan bennünk, és nyilván azt is érezzük, hogy Dávid is mondta, nem túl nagy mértékben, de növekszik egyfajta ilyen... Mondjuk azt szűkítsük le az olvasótábort ezekre az új fiatal zenekarokra, az ezekkel kapcsolatos, vagy ezekhez kapcsolatos adatokon látszik, hogy nő ez a szám. Aztán az is van, hogy
amit Dávid említett, generációváltást, az valószínűleg inkább arra vonatkozik, hogy vagy, hát arra, az olvasókra vonatkozik, meg arra a fajta szemléletre, ami mondjuk nagyrészt megvan, még a pillanatnyilag is a zenéről való diskurzusban. Ugyanakkor egy generációváltás most éppen zajlik a magyar zenei életben, például ugye tavaly vagy 6-8 viszonylag nagy nevű zenekar szűnt meg, vagy ment hosszú időre, szünetre. És az elmúlt 2-3 évben feltűnt aprócska zenekarokon határozottan látszik, hogy mekkorát nőnek. Tehát akik hát, szerintem ebben a szempontból. Igen, vagy például még kisebb zenekarokra is gondolhatunk, hogy látszik, hogy kikből lesz a következő évtized, mondjuk Queen Bee, Kispál és a Borza tankcsoda. Nyilván nem tudhatjuk előre, de van egy ilyen bázis, amiből látszik, hogy valaki közülük kell, hogy legyen majd. És az ezekkel való, ezeket a zenekarokat többen olvassák, ezekkel a zenekarokkal lehet kezdeni esetleg speciális tartalmakat gyártani, mert van értelme, mert van egy közönségük, ami folyamatosan nő, és ami a megjelent cikkeknek köszönhetően talán szintén növekszik picit. Egyébként azt is tudni kell, hogy ez nem egy magyar sajátosság, hanem azért egy globális jelenség, hogy azóta, hogy a zene instant elérhető, és bármennyi zene, és bármelyik zene, és bármikor, annak ez a zenei újságírásnak az alapvető szerepe így kérdeződött meg, hogy akkor jogosan mondja azt az olvasó, hogy mi a francia olvasom, hogy mit mond ez a csávó a zenéről, hogy ott van a Play gomb, ott van a beágyazott Spotify, SoundCloud, Bandcamp, Deezer, bármi, akkor mi akarnak erről olvasni is. Én szerintem ez egy ilyen, és ez egyébként pont a közben az itthoni generációváltással kb. Egybeesik ez az időszak, hogy közben a zenei sajtónak is meg kell újulnia valahogyan, és meg kell találnia azt a feladatát, amit a mai zeneipari helyzetben el tud látni, mert most már az nem elég, hogy leírod, hogy milyen a zene, mert ott van, eléred. Nem kell kazettákért rohangálni, meg másolgatni, meg német rokon megkérni, hogy hozza már be majd Berlinből nem tudom milyen bakelitet, vagy vinilt. Hanem most már ott van minden, és ezért van az, hogy megnézitek a külföldi zenei oldalakat, mindennel próbálkoznak, és egészen más irányba mennek el, és csomó blog már inkább arra megy, hogy csak ilyen nagyon niche, csak feltörekvő előadókkal foglalkozik, akkor van mondjuk a Noisy, aki egészen más ilyen gonzó hozzáállással csinálja, és akkor felfedeznek ilyen fel nem ismert szubkultúrákat, szóval szerintem a zenei sajtónak a szerepe a zenén belül, és majd az ember, aki ezt régebb óta csinálja, mint én, majd erre remélem, hogy szerintem az a fontos, hogy rájönni arra, hogy na hogy tudunk megint olyan fontos szerepet betölteni, mint annak idején a 70-es évben, mint egy Rolling Stone magazin, vagy egy One Two, vagy bármi más itthon például, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy amit mi csinálunk, annak mindig az olyan a lényege, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy vannak nagyon-nagyon jó zenék. És úgy, hogy közben megkapod Facebookról, megkapod Instagramról, Tumblrről, mindenhonnan, úgy jogos a kérdés, hogy akkor mi a francnak kell zenei sajtó, és hogy ezt kell az zenei sajtónak is rájönni, hogy ezt hogyan tudja ezt a szerepét újra gondolni. És egyébként szerintem ez még itthon, ez éppen most történik is, hogy pont egybecseng azzal, hogy közben tényleg a Quart elhalódik, a lángoló kicsit takaréklángon megy, csomó új blog indul, stb. Szóval, hogy ez szerintem ez éppen most történik, és ezt is át kell látni, hogy ebben például a partner lehet egy menedzser meg egy zenekar, hogy mondjuk tudja azt, hogy az ő tartalmát, akkor viszont adjuk el valami különleges csomagolásba, vagy különleges koncepcióval, de mondom ezt a kérdésre, hogy mit gondolsz erről, hogy van-e most per pillanat ilyesmi. Még ezt érzem? Természetesen, hát ez abban is látszik például, hogy említetted ugye a lemezkritikákat, hát igen, az egy most a tavalyi évben legalább akikkel mi foglalkoztunk, az volt vagy tudom, 150 magyar lemez, de hát ezen felül legalább kétszer-háromszor ennyi megjelent. És például ugye tehát ekkora számban képtelenség ilyen kis tábokkal, említett fölvázolt stábokkal mindent feldolgozni. Egy lemezkritika az egy időigényes műfaj. Ott
hitem szerint nem lehet úgy lemezkritikát írni, hogy egyszer hallottad a lemezt, azt legalább 5-ször meg kell hallgatni, de minimum 3-szor, és foglalkozni a zenekarral. Ezt mondom, hogy szerintem kellene, viszont ez egy határozottan erős tendencia a nemzetközi popzenei sajtóban is, hogy a lemezkritikák szerepe borzasztóan visszaesett. Tehát jelentős magazinok, mint például a Fact magazin meg is szüntette a lemezkritika rovatát pont tavaly. Vagy lecsökkentek a lemezkritikák méretei akár csak pár száz karakterre. Így egy ilyen nagyon rövid ismertetőt, nagyon rövid zanzás véleményt adnak. Ami persze jogosan merülhet fel, hogy hát de az akkor nem is lemezkritika. Igen, de a körülmények miatt egyszerűen nincs kapacitás egy nagyobb, egy komolyabb kritika megírására. Szükség lenne rá, viszont azzal is tisztába kell lenni, hogy nem csak Magyarországon nő meg a egyrészt ugye nagyon sok jó zenekar, az említett jó zenekarok jönnek föl, de azzal együtt azért nagyon sok zenekar jön föl, akire nem biztos, hogy illik a jelző, és mondjuk nemzetközileg évente megjelenik, nem tudom, 30 ezer lemez, biztos, hogy nagyon sok. Ez olyan mennyiség, és ez olyan egyre növekvő mennyiség, amivel tényleg csak a szakosodás útján lehet foglalkozni, ami nem biztos, hogy egy jó út, de hát ez kétségtelen egy kihívás pillanatnyilag. És hogy azt akarjuk ezzel jelezni nektek, hogy lássátok azt, hogy mennyire fura szituáció van éppen, hogy rászakadt az emberiségre, nem tudom, 10 millió album azzal, hogy lett internet, és minden felkerült rá, és mindenki már kiadhat valamit, és egy ilyen őrült zenebuzinak az, hogy wow, minden, a Bandcampen minden nap megjelenik, nem tudom, 100 tök ismeretlen embernek a zenéje, az egy iszonyat nagy élmény, és ezért nehéz az, hogy miközben itthon is sok zene van, külföldön meg aztán pláne még több zene van, ezért ott eligazodni, és akkor kiszűrni azt, hogy mivel érdemes foglalkozni, mi az, amit még olvasnak is az olvasók, az a legnehezebb, az nagyon necces, és Magyarországra meg aztán 65-an igaz az, hogy és most mondok egy példát, hogy mikor azt mondja nekem egy zenekar, hogy és akkor figyelj, interjút azt lehet majd velünk csinálni, és akkor azt mondom, hogy nem, mert hogy a befektetett energia és a munkaidő, amit én eltöltök azzal, hogy mondjuk veled interjúzom, az nem biztos, hogy a ti jelenlegi státuszokból adódóan visszahozza azt az olvasó számot, ami indokolta tenni ezt az interjút is. Itt most nem arról van szó, hogy valaki egy különleges figura, akkor ne interjúzunk vele csak azért, mert nem ismeri senki, csak arról van szó, hogy ilyen kötetlen beszélgetés, mert miért ne, mert hogy megjelent a 400 lelkos zenekaromnak a lemeze, az mondjuk egy index szintjén még tényleg indokolatlan, és nem fér bele. Egy index, mondjuk egy interjú, egy zenekarra már akkor készül, hogyha valami egészen különlegeset csinálnak, vagy a figura érdekes, vagy a zenekar ismert, de hogy ezt, hogy ti is tudjátok, hogy mondjuk miért mondja valaki azt, hogy esetleg nem csinál interjút, azért az interjú az mondjuk nekem például egy napi, legalább egy 8 órás meló, egy más, én interjúnál minimum másfél órát beszélgetek valakivel, hazamegyek, áthallgatom, legépelem, megszerkeztem, több mint 8 óra is lehet akár, miközben mondjuk az én főnököm meg elvárja azt, hogy figyelj, közben ki kéne hozni a Tarantino filmnek a kritikáját, meg a nyílt egy új bégeles a Madács téren, vagy ilyesmi, szóval, hogy ezért, és akkor arra azt mondja, hogy ja, de figyelj, most még van egy nagyon tehetséges folk rock ska zenekar, akivel most interjúztam nemrég, és hogy figyelj, még egy-két napot kérek is befejezem, akkor azt mondja, hogy jó, de ezt nem fogom tudni adni a címlapon magas helyen, képpel, amit jól olvasnak, mert hát miért olvasnák el a ismeretlen folk rock zenekar? Ez egy nagyon személyes szituáció, mert persze, hogy akarsz foglalkozni a tehetséges, ismeretlen emberekkel, de közben neked van egy munkahelyed is, ahol elvárják azt, hogy azért legyenek számai és olvasottsága a cikkeknek, és ezért könnyebb szerintem ebből a szempontból a zenei szaklapoknak, mert ott viszont indokolt, hogy interjúzál zenekarokkal, hiszen azért van zenei szaklap. És hogy ezt is mondom, hogy ez is egy ilyen, hogy ez így tudatosodjon, hogy ez is ezért van, hogy Malkával azért interjúzik mindenki évente, mert őt szarra olvassák.
értitek? Azért van minden évben Majka interjú mindenhol, mert őt szarra olvassák. Azért van minden évben Gangsta interjú, mert őt is szarra olvassák. A Szabó Benedekkel hiába lehet valószínűleg baromi jókat beszélgetni, és csinál nagyon jó zenét. Nagyon-nagyon-nagyon jó pitchet kell, nagyon kell pitchelni azt az ötletet, hogyha te egy, mondjuk az Indexen egy Szabó Benedek interjút akarsz adni, mondjuk a legnagyobb kiemelésbe, mert lehet, hogy pont akkor meg éppen mondjuk Obama leesett a lépcsőn, vagy mondom, Habony Árpád megint valami egzotikus helyen kokainozott, vagy ilyes. Szóval ezt mondom, hogy ez egy nehéz folyamat, és hogy ezért is kell szerintem az, hogy a zeneipar szereplői, minden menedzserek, mind az újságírók tudják a saját korlátaikat, és koprodukción keresztül igenis próbáljuk meg azt a sok apró gyöngyszemet, ami van egyébként a magyar zenében, együtt kiszedni és felemelni, és hogyha az egyik sajtófelület nem akarja ezt, akkor nyugodtan menjet a másikhoz. Vidéki zenekarok el tudnak jutni hozzátok? Vagy nagyon egy erősen? Hát nincs. Vagy, internet igen, de hogy azért mégis itt most van ez a lehetőség, most itt van ez a nem tudom mennyi ember, nyilván akár egyesével is oda mehetnek hozzád, és kezedbe nyomhatnak valamit, remélem ilyen lesz is, még ha valaki szégyenlős is, hogy most itt megkérdezem valamit. Azért vidéken erre sokkal kevesebb a lehetőség, és nem tudom, hogy így mondjuk személy szerint tudják-e, hogy ennek mi az útja, most itt elmondtátok, de hogy igazából csak ennyire voltam kíváncsi, hogy vidékről ugyanolyan arányban jönnek a zenekarok, mint Budapestről, illetve hogy a minőségben van-e különbség, vagy ez egyáltalán nem jellemző, pont azért, mert vidéken is van internet, és látják, hogy mi a helyzet. Nem, hát ez abszolút nyilvánvalóan érkeznek vidékről zenekarok, de egyébként azt lehet mondani, hogy vidékről Budapestre költöznek zenekarok és előadók. De hát ezen felül természetesen ott van a Rekorderen, meg nyilván a Stenken is a serkhukac.rekorder.hu, lehet írni bárkinek. Ez az a felület egyébként, ahova tényleg a legtöbb megkeresés érkezik, tényleg napi több. És ha még késéssel is néha, és le is maradunk valamiről, mint ahogy azt említettem, de tényleg igyekszünk mindent meghallgatni. Ha nem is reagálunk mindenre, de tényleg minden eljut hozzánk, és amit ilyen módon elküld egy zenekar, és akkor itt most egy nagyon röviden kitérnék arra, hogy tényleg az említett 10 bekezdéses levelek helyett a legegyszerűbb az, hogy mindent csatolni. Tehát a levél az legyen egy nagyon rövid, lényegre törő zenekar, ez a produkció, az egy linkel, és az összes többi dolog az mind jöhet a csatolmányba, hogyha átmegy azon a szűrőn a dolog, hogy meghallgatom nyilván a zenét, vagy megnézem a klippet, és azonnal fölkelti az érdeklődésem, akkor már is kattintok tovább a sajtóanyagra, elolvasom részletesebben, de nem kell mindent a levélbe beleírni, elég, hogyha a tényleg a lényeg benne van. Szóval, hogy az összes ilyen megkeresés az eljut, az feldolgozásra kerül, hogy úgy mondjam, meghallgatjuk, megnézzük. Ha esetleg nem is válaszolunk, ez akkor is így van. És ilyen formán elég sok vidéki zenekar be is kerül, akár a Magyar Radarba, akár premierrel is, semmiféle korlát nyilván nincs. Volt egy lapszámunk még a 2012-ben, az elején, az 5.-6. lapszám, aminek ez volt a fókusz témája, hogy vidék versus Budapest, és ott a vidéki szintereket próbáltuk felvázolni. Bárhonnan érkezhet akár nemzetközi szintű produkció. És akkor most itt egy nagyon picit kitérnék arra, hogy például Erdélyből tavaly vagy 4 olyan indie rock, garázs rock, pszichedelikus rock zenekar tűnt fel, amelyik bármelyik budapesti hasonló zenekarral felveszi a versenyt, bárhonnan érkezhet és bármire tudunk figyelni, tehát ilyen szempontból biztos, hogy nincs. Szerintem annyi még fontos azért leszögezni, hogyha belegondoltok abban, hogy a rendszerváltás óta a legnépszerűbb magyar zenekarok kik voltak, Tankcsapda, Kispál, Quimby, mind vidéki zenekarok. Az igazán nagy országos népszerűséget elérő zenekarok, nagy része azok vidéki zenekarok egyébként.
most is így van. A Punani Masszív, Halott Pénz is pécsiek, és persze a Dávid a Halott Pénz, mert persze Pesten lakik azóta, de hogy azért azt tudni kell, hogy, hogy lehet, hogy Pesten mondjuk egy pesti zenekar könnyebben tud kommunikálni az újságírókkal, mert mondjuk ott iszik velünk a Beton Debrecenbe, vagy a Akváriumban lát minket koncerten, vagy ilyesmi, és ezért könnyebb mondjuk egy pesti zenekarnak kapcsolatban lépni velünk. Viszont egy vidéki zenekarnak pont az az előnye, hogy hogy miközben a pesti zenekarok általában külföldre akarnak már kijutni, addig a vidéki zenekarok fel akarnak jutni Pestre. És hogy pont ezért van az, hogy szerintem a vidéki zenekaroknak egy kicsit ezért, nem az, hogy jobb, de hogy hálásabb a szerepük, mert hogy ők alapvetően Magyarországot célozzák meg legtöbbször, nem mindenki, nem akarok általánosítani, de hogy legtöbbször is. Pont azért van az, hogy az igazán népszerű országos zenekarok azok mind kisvárosokból vagy megyeszékhelyekből jönnek, mert hogy ott nincs az álom, hogy na majd betörünk az amerikai piacra, ami lehetséges egyébként, és tökében valakinek sikerülne, de hogy ezért van az, hogy a vidéki zenekarokat abszolút nem, és nincs ilyen szintű különbség. Én olyan szintű különbséget érzek maximum, hogy egy budapesti zenekar inkább próbálkozhat külfölddel, mint egy vidéki zenekar, akinek viszont már az öröm, hogyha elmehet a Budapest Parkba fellépni. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy pont a Cseh Tamás programnak is van egy ilyen része, hogy vidéki kluboknak a fejlesztése, ha jól tudom, ami egy nagyon-nagyon fontos és egy tök jó kezdeményezés, mert hogy annál jobb kapcsolati rendszer pedig nem lehet, amikor lemegy egy pesti zenekar mondjuk Szegedre, ott egy helyi zenekar nekik nyit, majd aztán visszahívják őket Pestre, és akkor már van egy jó kapcsolat a két zenekar között. A pesti zenekaroknak nagyon kell az, hogy vidéken is aktívak legyenek. A vidéki zenekaroknak nagyon az kell, hogy legyen valahol kapcsolatuk a pesti zenekarokhoz, meg a pesti emberekhez, és ezért ebből a szempontból szerintem így igazából egál a helyzet a pest vidék között, mert hogy jobb infrastruktúra kontra, hogy mondjam, kisebb nyomás, mert azért Pesten tegyük hozzá, hogy ilyen sznobizmustól kezdve a megfelelési kényszeren át vannak olyan fura faktorok, amik mondjuk szerintem egy szombathelyi zenekart nem érint, és hogy ez szerintem ez egy egészséges rendszer, és hogy ezt kell erőltetni, hogy pestiek menjenek sokat vidékre turnézni, vidékiak jöjjenek fel sokat Pestre koncertezni, legyenek kapcsolataitok, beszéltek a menedzserekkel, lokálisan szerveződjetek, használjátok ki a csatornás programnak a klub fejlesztési rendszerét, mert azért tök jó ötlet, és aztán el fog múlni az, hogy ki a pesti, ki a nem pesti. Még amíg fontos talán, hogy mondjuk egy pesti zenekar inkább kezd el angolul énekelni, szerintem, mint egy vidéki zenekar, ezt azért általánosságban. Valamennyire azért szerintem ez így kicsit észrevehető, hogy azért Pesten inkább próbálnak meg angolul dolgokat írni, mint mondjuk vidéken, és ezért is lehet az, hogy szerintem mondjuk egy zsaporos jetsz, azt hiszem most az volt az ilyen meglepően népszerű zenekar tavaly, hamarabb be tud futni, mint mondjuk egy bármilyen angol nyelvű indie zenekar. Ez igaz. Annyiban is, hogy egyrészt az angol nyelvűség az valószínűleg minden korábbinál erősebb a zenei életben, és valószínűleg minden korábbinál erősebb az angol nyelvű produkciók megjelenése is. Ugyanakkor a magyar nyelvű produkcióknál pedig én legalábbis eléggé hiányolom a társadalom kritikusságot, azt a fajta aktuális témákkal való foglalkozást, amivel valószínűleg nehezebb bekerülni mondjuk a rádiókba vagy a tévékbe, de tulajdonképpen a magyar zenében mindig is jellemző volt ez, ugye a magyar nyelvűség az a 90-es évek elejéig, majdhogy nem, nyilván vannak kizáró példák, de majdhogy nem egyeduralkodó volt, és hát éppen ezért minden korszakban voltak nagyon erős magyar nyelvű szövegek. Nem azt mondom, hogy most nincsenek, mert most is vannak, szerencsére mindig vannak, de az biztos, hogy bár a magyar nyelvűség még mindig sok esetben előnyt jelent, ugyanakkor ez az a tér, ahol biztos, hogy lehetne fejlődni, és biztos, hogy lehetne akár a zenekaroknak is nagyobb tábort toborozni maguknak, hogyha kicsit bátrabban írnának magyar nyelvű szövegeket, és a nagyon általános jó érzés faktor, ami mostanában jellemző a magyar zenében, az egy picit
visszaszorul, vagy nem kell visszaszorulni természetesen, de hogy jelenjen meg a másik oldal is erősebben. Ez a fajta bátorság, ez mindenképp kellene szerintem. Szerintem, hogyha egyébként megnézed, azért tavaly már volt egy csomó olyan zenekar, aki pont egy, nem zenekar, mondjuk például az apu játszik, apa játszik, mi volt, aki az ilyen KDNP-s dalt írta? Nem tudom, hogyha... Apa zenél, igen. Most mondtam egy példát, de mint az Endre mondott, hogy hiányolja a társadalmi kérdéseket érintő magyar nyelvű dalszövegeket és dalokat. És hogy igen, engem is egyébként zavar ez az állandó életigenlés mindenhol, amivel semmi baj nincsen, tök jó, hogyha valakit boldognak érzi magukat 0-24. De hogy azt is, ez pont a megjelenéshez kötődik ez a rész is, hogy ha te tudod követni, hogy éppen mi történik, és egy nagyon erős közéleti jelenséggel kapcsolatban vannak gondolataid, és azt te dalba foglalod a zenekaroddal, vagy a saját kis egy gitároddal, az hírértékű. Az ki fog kerülni az indexre, az ki fog kerülni a rekorderre. Az ki lesz mindenhol, miközben egyébként nekem ez a nagy szívfájdalom, hogy akik az ilyen társadalomkritikus zenekarok, azok inkább társadalomkritikusak, mint zenekarok. Szóval, hogy azért ott minőségileg nincs meg az a szint, és hogy ez egy tök jogos felvetés, hogy ezt én is nagyon hiányolom, és hogy ez is egy tök jó megjelenési forma, hogyha mondjuk olyan kijutunk az EB-re, akkor mondjuk jó, ne írjatok légy szíves EB himnusz, mert az valószínűleg borzalmas lesz, hogy ilyen hajrá és előre is nyerni fogunk, de mit tudom én, mondjuk egy óda Prishkin Tamáshoz, viccesen, jópofán feldolgozva, nem kell mindenképpen politizálni egyébként, ezért mondom, hogy lehet bármi közéleti, az annak van hírértéke, azt én biztos, hogy ki fogom rakni a mindeközbenbe, hogy hú, ezt hallgassatok meg, ez tök jó ötlet, a zene is jó, és hogy ez például szerintem, és ez már Amerikában is megy, most például van ez az új Netflix sorozat, és hogy ezzel kapcsolatban a Black Keys-nek a gitárosa írt egy dalt, és mindenhol lehozták, mert hogy van egy most felkapott showműsor, ami megihletett egy zenészt, és ezért, mivel a showműsor nagyon jól pörög most mindenhol, ezért az arról írt zene is jól fog pörögni mindenhol. És akkor itt van az, hogy a közéleti dolgokra való reakció az egyenlő a könnyű sajtó megjelenéssel. És egyébként persze ezt is ki lehet használni, amikor már valakik szándékosan írnak ilyen mindenhez egy gitáros, az is béna, azt nem kell öltetni. Csak ezt mondom, hogy amit az Endre mondott, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, és amit megint csak a hip-hoptól is hiányolok például, hogy ahol aztán tényleg van helye ennek, hogy ne csak úgy gondolkodjatok, hogy megírom a lemezemet, és akkor majd kiadok belőle két szingölt, meg egy klippet, hanem úgy is gondolkodjatok, hogy ha van lehetőségetek arra, hogy na most ez most pont ide fog illeni ebbe a közhangulatba, vagy ehhez a témához, akkor azt nyomjátok ki, küldjétek el, és garantáltan lesz megjelenésetek. És ez szerintem ez csak az internetnek köszönhetően működhet ma. Ez régebben elképzelhetetlen lett volna, hogy a 90-es években valaki kitör egy balhé szerdán, és már csütörtökön kiadnak egy dalt, és már adja, nem tudom, a rádió. Ez nem lehetett régebben, ez csak az internet miatt lehetséges most, és ez például egy meghal Lemmy, sajnos, a Motorheadből, és csinál mondjuk a Queen Bee egy Motorhead feldolgozást, például, ami teljesen valószínűleg meg fog történni, és az is hírértékű. Az is hírértékű, hogyha csinálsz egy például egy swing zenekarral feldolgozod az Ace of Spades-et. Na igen, az ki fog kerülni akkor az indexre, úgyhogy mondjuk a lemez nem kerülhet ki. Szóval ezt mondom, hogy ez a fajta kreativitás, ez nagyon-nagyon fontos, és én szerintem ezt a menedzsereknek legalább annyira kell érezni, mint a zenészeknek, ha nem jobban. És nekik is elmondani azt, hogy másképp működik már a zeneipar, használjátok ki ezeket a lehetőségeket, mert erre vevő most az online sajtó szerintem. Én lennék, de már nem is emlékszem, de emlékszem, hogy visszatérve még a hozzátok beküldött sajtóanyagra, meg ilyen leírásra, ugye nyilván kell egy kis összegzés, hogy ki ez a zenekar, mit akar, honnan, és mik azok az aspektusok, ami mondjuk így megragadja a szemeteket, vagy miket érdemes beleírni egy ilyen összegzésbe. Tehát, de most arra gondolok, hogy nyilván nem az, hogy mit tudom én, ez meg ez, Gyulán született, és balettozott óvodában, hanem hogy mik azok a dolgok, amire itt tényleg a hangsúlyt kéne fektetni, ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen online sajtó felfigyeljen rá. Tényleg ez egy nagyon jó kérdés, és azt tudom mondani, amit mondtam az előbb is, hogy semmi nem kell. Tehát azt mondod, hogy ez a zenekar vagyok, ez a produkcióm. Minden más az mehet a sajtóanyagba. A sajtóanyagot persze nyilván annak van iskolája, hogy kell felépíteni, de... Nem. Konkrétan
tehát egy csatolmányban legyen benne a sajtóanyag, az e-mailben tényleg csak legyen benne az aktuális produkció, egy SoundCloud link, egy Bandcamp link, egy YouTube link, vagy ahol, ahova föl van töltve, ne, tudom én, VMA-ba legyen 6000 megabájtos csatolmány, hanem legyen ott valami, amit könnyen el lehet érni, akár az is igen, és, vagy akár a Google felületek, és a, én legalábbis a Recorder-en azt abszolút tudom mondani, így működik. A produkció dönt, nem kell semmi, máz, abszolút, semmi. Így van. Hát, figyelj, mondok egy, most nem tudom, konkrétan ki volt az előadó, küldött egy olyan sajtóközleményt, hogy ilyet még nem is láttam, esküszöm, ilyen gyönyörű szépen megrajzolt PDF-fájl, hogy olyan volt a sajtóközlemény, mint hogyha kézzel írta volna, de igazából géppel csináltam valami fotót, szóval így, tehát nézd, hogy wow, mennyit tököltél ezzel a sajtóközleménnyel, és mennyire nem tudod, hogy ezt nem fogom elolvasni, hogyha három oldal hosszú, mert én csak a linket keresem, hogy hol van a YouTube link, hogy meghallgassam a zenét. És ugyanaz, mint az Endre mondott, hogy ez kidobott energia, és rabolod az én időmet. Jó, igen, oké, ez igaz. Ebben az utok ezéken, ebben a konkrét példában, hogy a srác elfette elküldeni a YouTube linket. Szóval, hogy gyönyörű szép volt a közlemény, de nem küldött hozzá a YouTube linket, és akkor így visszajöttem neki, hogy szia, a zenét is küldesz, mert hogy nagyon szép ez a rajz, meg minden, de hogy küld a zenét, és hogy igen, erre felfigyelsz, csak azt mondom, hogy túlzásba esni abba, hogy szia, igen, Gyula vagyok, Gyuláról, és ez a zenekarom, ilyen zenek, igen, Csaba Gyuláról, igen, hogy ilyen zenekarok előtt léptünk fel. Nem érdekel, hogy ki milyen. Ez egy fontos dolog, hogy azt, hogy az, ki előtt lépté fel, az érdekel. A sajtóanyag felépítésének nyilván van egy iskolája, azt most nem mi fogjuk itt megmondani, de hát azokat az elveket kell követni, ott azért egy részletesebb bemutatásra szükség van, de ott az önfényezésnek ott sincs igazán helye, mert azt úgyis az ember tudja kezelni. Tehát... De jó, hogy mondod, majd elfejtettem. Nagyon fontos. Minél több olyan szó van egy sajtóanyagban, hogy exkluzív, egyedi, bombasztikus, annál kevésbé lesz szimpatikus a zenekar. Nekem, ez személyes vélemény. Hogy az, hogyha mondjuk egy PR ügynökségnek akarod eladni a zenekart, ott még értem, hogy muszáj valahogy eladni azt, hogy ők mennyire különlegesek és egyediek, de ne egy újságíró akar beadni azt, hogy teltházas koncert egy 50 fős helyen, miközben hogy nem írja le, hogy 50 fős helyen volt teltház, az újságíró tudja, hogy azon 50 fő fér el, és akkor ott fog ülni, hogy jó, ne akarja már átverni. Szóval ezt mondom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, és ez szerintem egyébként sajnos egy kicsit ilyen népbetegségszerű, hogy azt hiszik szerintem sokan, hogy a sajtóközlemény akkor jó, ha minél szenzációhajhászabb. Nem. Egyáltalán nem. Majd mi szenzációhajhászuk a zenét, az a mi feladatunk lesz, hogy azt eladjuk úgy, hogy aztán rákatincsanak. Nekünk tényleg azzal hív fel a figyelmet a produkciódra, hogy nagyon tömören, nagyon röviden elmondod, mit akarsz. Itt a zene, ezt akarom, csatolmányban minden más. Pont. Nem kell több. Ne pöcsöljetek azzal, hogy írjatok egy ilyen szép hosszú levelet, még a helyesírás se számít, az se, nem, tök mindegy, nem kell az se, csak a zene fontos, és hogy ti mit akartok tőle, és minél tömörebbek vagytok, annál valószínűbb, hogy mi is szeretnénk ezzel foglalkozni, ha a zene jó.